Az elmúlt napokban rengeteget dolgoztak a hatóságok munkatársai, ennek köszönhetően már nincs egyetlen út sem lezárva a hegyvidék felső részén. A villanyvezetékek gerinchálózatát rendbehozták, a közösségi közlekedés is helyreállt, a fogaskerekű vonalán pótlóbuszok szállítják az utasokat. Összetartásban, szolidaritásban példásan vizsgázott mindenki, aki itt lakik a hegyen. A természeti katasztrófa jelentős kárt okozott az erdőkben, a közterületi faállományban és a magántulajdonokban is. A fa kár, ami az erdőben, a közterületeken esett, ezt szinte lehetetlen még fölbecsülni, már elindult, és hát a polgárok, a magánszemélyek kára is tetemes, hiszen a beszakadt kerítések, autók, néha a cseréptetőre esett rá a jéggel terhes faág. Azt, hogy az erdőállományban mekkora kár keletkezett, még nem lehet felbecsülni. A kárfelmérés a tegnapi napon, tehát csütörtökön tudott érdemben megkezdődni. Azt látjuk, hogy nagyon sok fa sérült. Most a legfontosabb és most zajló feladat az a veszélymentesítés, tehát hogy az erdő terület minél hamarabb biztonságosan látogatható legyen. A budakeszi vadasparkban várhatóan a héten befejezik a kármentesítést. A vadaspark szombaton már nyitva tart, megközelítését azonban csak az aszfaltos bekötő úton javasolják. De többek között a budai hegységben a Jánoshegy, a Normafa, a Hárshegy és a Hármas határhegy térsége továbbra is életveszélyes, így hatóságilag tilos az erdőlátogatás.